Jó napot kívánok! Köszönöm szépen az érdeklődést! Pár szót mondanék erről a motorról, Török József vagyok Gödöllőről. Ez egy 9 hengeres csillagmotor, benzin üzemeltetésű, tehát robbanó motor, nem kerozinnal megy, hanem rebbenzinnel. Ezt a motort 1930-ban az amerikaiak fejlesztették, ők csinálták, és 1935-ben az oroszokhoz került, és ez a Arkugyi és Veszov átkonvertálta milliméterről, illetve szorról milliméterre, és belepiszkált a gyújtásba, és tett rá egy sűrítőt, az eredetileg 750 lóerő volt, vagy a Svecov hozzányúlt így 1000 lett. Tehát a sűrítővel és a gyújtás módosítással 1000 lett. Többféle típusú repülőgépbe is használták, ebben leginkább ebbe a AN2-esbe tették, vagy pedig ami mögöttünk van, ez a Li-2-es, ez volt a Malév-nek az első utasszállító repülőgépe. Az indítása az úgy fog történni, hogy egy ilyen 3 kilós lentkereket gyakorlatilag egy elektromotorral bepörgetek olyan 5-6 ezres fordulatra, és ez a 3 kilós lentkerék fog elindítani ezt a 30 ezer köbcentis 1000 lóerős motor, hát reményeink szerint. Minden egyes indítás, illetve a reggeli első indításnál át kell forgatni, mert amikor megállítják a repülőgépet, vagy a repülőgép motort, akkor az alsó hengerekben, nyilván az alsó hengerekben az olaj lefolyhat, és ez gyakorlatilag, ha annyi összefolyik, hogy nem tudja kiftolni a csöveken, akkor olajütést kaphat. Ilyenkor már nem feltétlenül szükséges, amikor tehát ennyi idő alatt, 2 óra alatt nem tud annyi lecsorogni, hogy ez bármilyen problémát okozzon, tehát most nem kell átforgatni. Benzinnel föl kell pumpálni a karburátort, ez a karburátor része, és gyakorlatilag, ha minden igaz, akkor el fog indulni. Azt szeretném mondani, hogy nagyon hangos lesz, tehát aki érzékeny rá, az inkább úgy álljon, hogy a kipufogó síkjából hátrébb. Elképzelhető, hogy olajat is pöffent ki, mert ami az eddig lesorgott, az kifogja pöffentet. Tehát olajtól nem biztos, hogy mentesek leszünk. Úgyhogy tehát beindítom, és hallani majd ezt a lentkereket, ahogy egyre gyorsul, akkor utána abba hagyom ennek a forgatását, és egy másik gombbal összekapcsolom a motorral. Tehát utána elindítja, reményeink szerint elindítja a motort, de ez a lentkerék forog majd tovább, csak kicsit így melegítjük, meg adok gázt, hogy hogy veszi a fordulatot, meg milyen ez üzem közben. Utána leállítom, és még akkor halljuk, hogy forog ez a lentkerék, és ebből még legalább 3-4-szer elindítjuk. Tehát ennek az az érdekessége, hogy a végén látszik majd, hogy milyen picit kell csak, hogy megfordítsa, és már indul is. Hát bízunk benne. Na akkor megpróbáljuk az indítást. Hát ez az a lentkerék, ami...
ez már nem ilyen. Köszönöm szépen. Ennyi, ez a díszlet. Köszönöm szépen.